Már itt is ő velünk mai vendégünk, akivel nekem is szerencsém volt együtt dolgozni. Köszöntöm a stúdióban Kincsős Réka írót, film és színházi rendezőt. Szia, köszöntelek, és gratulálok a Látonívó díjhoz is. Köszönöm szépen. Ugye te Marosvásárhelyen születtél, igen. Középiskola után Kolozsváron tanultál bölcsészkaron, igen. Utána a berlini természetgyógyász iskolán tanultál, majd a berlini főiskolán végeztél, szereztél rendezői diplomát. Így van. Igen. Kérdezem, hogy kerültél, hogyan kerültél Németországba, vagy miért pont Németországba? Szinte véletlenül kerültem Németországba, azért, mert németül tudtam. Egyébként vonattal mentem oda. Uh-huh. És vagy olyan is volt, hogy autostoppal, attól függ. Tehát egy hátizsákkal a hátamon, így kerültem Németországba. És miért választottad pont a filmet? Vagy miért esett a döntés pont a film mellett? Mert a színházrendező szakra lekéstem a felvételit. És a filmrendező szakon még lehetett jelentkezni. Ennyi. Tehát uh-huh. puszta véletlen. Uh-huh. Nem volt ez egy gyerekkori álom a film? Nem. Maga a film. Nem volt. Tehát gyerekkori álom. Alig volt, hát volt uh-huh. egy pár mozi, de mondjuk így a filmgyártás elég uh-huh. távol esett Marosvásárhelytől. De mikor... a színházrendezés az gyerekkori álom. Uh-huh. És mik voltak az első benyomások, amikor megérkeztél Németországban? Az első, hogy is mondjam, találkozásom ezzel a világgal, az nem Németország volt, hanem Ausztria. Uh-huh. Közvetlenül a rendszerváltás után. Hát az első benyomás az volt, hogy elkezdődtek a rózsaszín muskátlik Ausztria egyik végébe, uh-huh. és akkor végigmentünk egész Ausztrián, és utána Svájcon. Érintettük Németország egy kis csücskét, és mindenhol ugyanolyan rózsaszín muskátlik voltak az ablakokban. Uh-huh. Így. És akkor arra gondoltam, hogy nem biztos, hogy ez a világ sokkal jobb, mint az, amiben mi jövünk. Ott mindenhol Ceausescu képek voltak, itt mindenhol rózsaszín muskátlik voltak. Valahogy rossz volt az első benyomásom, ezt szeretném mondani. És miben más ott, mint itt, most? Miben más Németország, mint Románia? Igen. Kérdezz, hogy miben hasonló? Akkor miben hasonló? Semmiben. Semmiben? Nem. Hát, de egy kicsit külsőleg most már hasonlít. Tehát vannak itt is ugyanazok a boltok vannak, mint ott, meg ugyanolyan ruhákba járnak az emberek, meg ugyanazok az automárkák. Tehát ezen a szinten elkezdett hasonlítani a két ország. Egyébként semmiben nem hasonlít. De a különbségeknek nagyon sok rétege van. Tehát most... Igen, soroljam? Igen, részletezzük. Hát egyrészt az egy protestáns ország, uh-huh. ami azt jelenti, hogy hát ilyen liberálisabb, szabadabb felfogású, de ugyanakkor sokkal gyakorlatiasabb uh-huh. is. Tehát egy ilyen fajta pragmatikus, materialista gondolkodásmód jellemző a németekre. És ilyen gyakorlatiasan intézik az életet, tehát mindent. A születést, a halált, az ünnepeket, minden sokkal érzelemmentesebben folyik, mint itt nálunk. Ez például egy feltűnő különbség. Távolságtartóbbak az emberek, de ennek vannak kellemes oldalai is. Például? Például nem szállnak rád annyira. ha beülsz egy vonatfülkébe, ahol egy vagomba, ahol te vagy egyedül, ha bejön egy német, akkor a vagon legtávolabbi végébe fog leülni. Ha itt Romániába utazol, akkor mellét fog leülni, mert szeretne beszélgetni. Igen, igen. Meg lehet ezt szokni? Én ezt élve, engem ez itt is zavart, igen, hogy az emberek túl közel jönnek. Térjünk egy kicsit vissza a szakmára. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy amúgy ma milyen lehetőségei vannak egy filmrendezőnek? Nehezebb kérdeztem? Nem. Nagyon kevés lehetősége van egy filmrendezőnek, tehát majdnem semmilyen lehetősége nincs. Tehát, egy évben végez igen. például Németországban a filmrendező szakon, a különböző egyetemeken mondjuk 150 ember, uh-huh. és tudom, játékfilmet készítenek 20-at, uh-huh. És olyan rendező, aki játékfilm rendezésből meg tud élni, és folyamatosan rendez, is mondjuk van 10. De most, tehát ha évente végez 150, uh-huh. akkor számolt ki, hogy hány végzett filmrendező van. Jóha.
És hogyha tényleg ma valaki ezt a pályát válaszol, és azt mondja, hogy igen, én el akarom végezni a filmrendezői főiskolát, vagy ezt szeretném tovább tanulni, hol tud elhelyezkedni? Sehol. Szabadúzó, de mindenkit bátorítanék, hogy azt csináljon, amihez kedve van. De nem gyakorlati meggondolásból. Arra ez nem alkalmas, ez a szakma. Szabadúszóként pályázni lehet, és tehát a projektet azt te csinálsz, pályázol pénzekre, megírod, mit tudom én, micsoda. Van, aki megnyeri a pályázatokat, van, aki nem. Ebből inkább, tehát megélni azért nem nagyon lehet, de úgyis csak az marad a szakmában, aki nagyon szereti. És aki nem, az elmegy valami rokon szakmában, elmennek tévéhez, vagy vágónak, vagy elmennek tanítani. Tehát van egy csomó más lehetőség. Vagy elmennek egy másik egyetemre, szakmát változtatnak. Miről kell szóljon ma egy film? Vagy téged mi mozgat egy filmen belül? Hát arról kell szóljon, amit téged nagyon érdekel, mint filmrendezőt, mert tehát ha alkotói filmet vagy művészfilmet készítesz, én erről beszélek, mert filmipar az annyira létezik. Tehát, azért, mert annyi év munkájába fog telni, hogy megcsinálsz egy filmet, ha olyan, hogyha olyan dologba vágod a fejszedet, ami nem érdekel igazán, akkor az ki fog fulladni. És akkor csak abban lehet reménykedni, hogy másokat is érdekel az, ami téged nagyon érdekel. Téged mi érdekel filmen belül? Hát mindig van egy aktuális téma, vagy vannak olyan dolgok, amik így visszatérő motivumok. De egy-két témakör körül. Érdekelnek a kapcsolatok, de érdekel a politika is. A nők helyzete, a nő-férfi viszonynak a különböző. Ugye nem is olyan rég Marosvásárhelyen rendeztél, mégpedig egy koprodukció keretében belül román-magyar viszonyokat boncolgattad, vagy boncolgattuk, mondhatom így is, ami Marosvásárhelyét illeti. Alinán Élegával közösen rendeztétek a Double Bind című előadást, amiben amúgy nekem is szerencsém volt játszani. Most megpróbálok egy kicsit kívülállóként kérdezni, úgyhogy nem vagyok benne. Most tegyük fel azt, hogy nem vagyok benne ebbe az előadásba. Miért kell pont ma, 2014-ben erről a témáról beszélni? Hát nem 2014-ben kell, de ez a téma mondjuk az elmúlt 100 évben elég aktuális volt, és lehet, hogy az elmúlt 200 vagy 500 évben is, ezt nem tudom. És amíg létezik magyar és román közösség, és egymás mellett lakik, addig ez a téma valamilyen szinten, valamilyen formában mindig aktuális lesz. És miért ajánlanád a nézők figyelmébe, a marosvásárhelyi nézők figyelmébe, vagy akár az erdélyi közösségnek ezt az előadást? Azért, mert azt gondolom, hogy a magyar-román kérdés is egy együttélésről szóló, tehát hogy is mondjam, egyfajta házasság, és ott is állandóan szükség van beszélgetésre, meg a problémák kibeszélésére, és ugyanígy a magyar és a román közösség között is, ez nem úgy van, hogy most megvan oldva, vagy nincs megoldva, ezek nem ilyen végső és végleges dolgok, hanem beszélni kell a közös dolgainkról, vagy a nem közös dolgainkról. De tehát kommunikálni kell egymással, mert különben nagyon kellemetlen lesz az élet. Ezt ugye már sokszor megtapasztaltuk. És azért ajánlom, ez a kommunikáció egy formája, ez az előadás. Arra bátorít, meg arra mutat valamilyen módon példát. Jó, evezünk egy kicsit könnyedebb vizekre, ugye itt van lassan a karácsony. Ez is nagyon könnyed víz, az előadást végig neveti a közönség, úgyhogy... Így van, nevettetünk, reméljük. Karácsony, hol töltöd az ünnepeket? Otthon a szüleim házában. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy amúgy Németországban hogyan készülnek az ünnepekre, vagy valamivel más az ünnepi hangulat, mint például itt? Hát az adventet komolyabban veszik, van ilyen adventi kalendárium, minden nap a gyerekek kipakolják a kicsi ajándékokat, ez itt nem annyira elterjedt. Próbáltam venni a gyerekeimnek, nem találtam. Hát, valahol biztos találtam volna, de nem ilyen egyszerű. Meg ez az adventi koszorú is ott egy nagyon, mindenkinek van, és mindenkivel. Tehát az advent körül több a program, mint itt. Itt én észre se vettem, hogy van advent. Most már inkább, de gyerekkoromban nem. És valami különleges házi recept, karácsonyi titkos házi recept?
Én mindig valami mást készítek karácsonyra. Úgyhogy, de a sülteket preferálom, mert azt egyszerű elkészíteni. Beteszed a sütőbe, megsül. Kész van. Amúgy van esetleg valami olyan gyerekkori élmény, ami úgy, úgy meghatározta valamelyik karácsonyodat, így hogy egy picit visszapörgeted az éveket? Arra emlékszem, hogy mindig odaszaladtunk az ablakhoz, és néztük, hogy repül el az angyal, és én egyszer láttam. Az angyalt? Hány éves voltál? Mondjuk 5. Mert ha a képzeletnek akkora ereje van, ez nagyon megmaradt. Úgy utólag eszembe jutott, hogy jó, de ha nincs angyal, akkor én ott mit láttam? És mikor volt az a pont, amikor rájöttél az igazságra? Azt elfelejtettem. Hogy mikor, de a fiam például mindjárt 8 éves, ő szentül hisz az angyaljárásban. Jó, ez nagyon szép, az nagyon szép. Úgyhogy ezt a tévéműsort nem is fogja megnézni. Jó, akkor majd átkapcsolod. De ez nem nézik a gyerekek? Lehetséges, hogy nézik, de hát mindannyian szóval én hiszünk, az angyalt, így van, lehet, van, és létezik az angyal. Tehát, hogyha a gyerekek nézik, akkor az angyal igenis létezik, és a télapohoz nem, ha az ember látta, akkor létezik, de ha így nem van. Látta, akkor is létezhet. Így van, a szívünkbe legfeljebb mindenki. Az északi sarkot se láttam soha. Így van, és lehet, hogy nem is létezik. Én is gyanakszom rá egyébként, nem létezik. Igen, tényleg valójában sok mindent nem látunk. Biztos, tehát, hallottunk róla, de ez nem biztos, hogy van. Az se biztos, hogy a föld kereg. Nem, egyáltalán nem. Nem biztos lehet, hogy teljesen én is mindig lapos. Reménykedem benne, hogy le tudjuk lógatni a lábunkat valahol. Így van, így van, így van. Milyen jó lenne. Jó, utolsó kérdésem az lenne, hogy kinek üzennél? Édesanyámnak üzenném, hogy ne féljen a karácsonytól. Köszönöm szépen, mi pedig folytatjuk a jó kívánságok továbbítását. Lukács Enikő Sebestyén Tamásnak kíván boldog névnapot a következő dallal. Továbbá Bocskai Tünde Mária Kolozsvárról Boldizsár Istvánnak születésnapja alkalmából kíván tiszta szívből boldog születésnapot, erőben, egészségben sok boldogságot, békességet és kellemes karácsonyi ünnepeket és békés boldog új esztendőt. Valamint barátnőinek, Józsa Etelkának, Demeter Melindának és Román Joannának üzeni, hogy az új esztendőben a hit, remény és szeretet vezesse mindenkit, sok szerencsét és álmaik teljesülését. Évának és Tivadarnak is kíván minden szépet és jót, és hogy még sok meglepetést szerezzenek a tévénézőinek. Köszönjük szépen! A szaxofon duett a Miss Saigon amerikai musical egyik betétdala. A történet, amelynek alapja a vietnámi háború, 1991-ben több Tony díjat és jelölést is kapott. Következzen hát két kiváló előadótól, Bokor Barnától és Dancs Annamaritól a szaxofon duett.